Az országgyűlés összetétele így a következő. 66,83 százalék Fidesz, KDMP, ami 133 mandátumot jelent. 38-an az MSP együtt DKPM MLP színeiben kerülnek a parlamentbe, ez 19,1 százalék. A Jobbik 23 jelöltet ültethet az országgyűlési képviselői székbe, ez 11,56 százalék. Az LMP a mandátumok 2,51 százalékát szerezte meg, ez 5 képviselői posztot jelent. A fejér megyei négyes számú egyéni választókerületben Dunaujvárost tekintve a választással jogosultak 59,74%-a ment el szavazni. A választókerületben szavazók 35,94%-a tette le voksát a Fidesz KDNP jelöltje Galambos Dénes mellett. A választók 29,48%-a a, a baloldali pártok színeiben induló Magyar Andrásra, 25,17%-uk a jobbik jelöltjére Pintér Tamásra szavazott. A szavazók 4,24%-a döntött az LMP-s Illési István mellett. A szavazókörök este 7 óráig várták a választópolgárokat, ezt követően számolták össze a szavazatokat. A választás Dunaújvárosban zökkenőmentesen zajlott. A választás hivatalos végeredményét csak a jogorvoslati határidők lejárta után hirdetik ki.